Jó reggelt kívánok, indul a péntek. 6 óra 20 van. Nekiindulunk, mert 6.30-as a felrakunk. Ugye tegnapról áttették mára. Úgyhogy visszamegyünk egy csöppet. Visszaburgulázunk. És ott megpróbálok kicsöndörödni. Most megyünk 4 kilométert vissza a felrakóra, úgy még hozzá, hogy erre elmegyek. Körforgalom jön, és momentán nem tudom, hogy majd hol kell kimenni. Körforgalomig. És a körforgalomnál visszafordulunk. És aztán ezen az úton fogunk visszafelé is jönni. 4,6-ra van így a felrakó. És semmi probléma, semmi gond. És utána pedig aztán megyünk majd Weissenbachba. És ott lesz majd a lerakás. Hát kíváncsi leszek azért rá. Tegnap megírtam a vezényről, meg ő azt mondta, hogy oké. Úgyhogy probléma. Ha be kell mennem a körforgóba, hogy nekem nem lőhetem bal oldali. Sajnos. Ha jó kis füstöknyi, hogy ki vagy bőszt. Egy hideg a motor. Be a körforgóba megfordulunk szépen. Körforgalom, harmadik járat, majd mi? Harmadék! Jó, de, vagyok. Viszont, itt én már voltam. Komolyan. Hát egész pontosan 2 percet lehetünk itt. Vagy még talán annyi sem. Vissza. Bocsánatot kívánok. Na tehát megyünk visszafelé az úton. A második utcán, balra. Jó, hát nem akkor megy előre. Köszönjük a hallgálást. Megérkeztünk. Hát úgy látom, a fiúk azért csak itt éjszakáztak. Thank you.
meg. Hát kérem, ismételten csak azt mondom, hogy megint olyat kell csinálni, ami... amilyet még nem csináltam. Ugyanis. Megmutatom. Ahova most tolad be ott a kollega, oda a kettő közé kell, hogy betegyem az autót. Hát, hogy hogyan fog sikerülni, még nem tudom. Mert most csinálok ilyet életemben először. Ráadásul, hogy nehezebb legyen a történet, sötétbe. Kinyitottam a hátulját, és most oda megpróbáljuk bevarázsolni az autót. Úgyhogy ne törjünk össze lehetőség szerint senkit. Meglátjuk, hogy sikerül. Hogyha kijönne onnan ez a kollega, oda betesszük, megpróbáljuk betenni a gépet. Jó felé tolatunk, tehát már úgy mondom, hogy oda kell betenni a 16-ra. Hello. Az a biztos.
ide, és aztán szépen jól lesz most már talán. Elindultunk, felrakás megtörtént, 7 óra 30 van, 250 km van előttünk, hát egy olyan jó 3 és fél óra alatt lepörgetjük. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. És ha ezzel megvan, akkor jobbra megyünk, tökélesen. És ide, az van írva, hogy jobbra, élesen. Körforgalom lesz, majd aztán az első kijáraton menj ki. Tarts jobbra! Bicikli! Bicikli! Ne beszélgessünk. Kicsit unatkozom. Pályán vagyunk, haladunk. Itt vagyunk a Monzi mellett. Eléggé borultas az idő, de azért valamennyi látszik belőle. Na nem sok, mert aztán itt a fák eltakarják. De ugye most vagyunk a jó felén, mert most fölül megyünk. És fönn azért föntről jobban rá lehet látni, mint lentről.
De hát eléggé mogorva, barongós az idő. Úgyhogy nem sok mindent látunk. De magát a tavat azért valamennyire húsóf felé. Hát aztán jönnek a fák és eltakarják. Úgyhogy ennyi. Elhagyjuk az A1-et, rátérünk az A10-re. Megyünk villak irányába. Csináld úgy, hogy jobbra tartasz. Itt most mit jobbra kell, hogy tartsunk?
miatt. Kicsit borongós erre az idő. De panaszolva nem látok. Nem is az eső. Az autó is lehúzódik előre nagyon kegyesen. Még több panorámát adva nekünk. Csak hát a felhők alján a terepet. Tessék balra tartani, mert utána lesz nagy sírás, hogyha nem tudunk balra fordulni. Tartani. Hát az azt jelenti, hogy tovább megyünk benne. Megfogja azt, onnantól kezdve csinálni a dolgát.
amíg rá kell lassítani, azt is én kézzel szoktam. De szépen teszi a dolgát. Hát lassan 100 000 km lesz az autóban, de még szerintem már 25% fölött van a vetétek állapota. Érkezünk a fizetőkapuhoz. Meg óvok szóval csak úgy simán átmegyünk. Hú, abba fej, én láttam már balesetes képeket. Tűzoltóság.hu. Hát ennyi volt. És még azért itt lényegben tud kinézni. Van 9 km van a lerakói. A korlát szélén a vasmadár. És ott szembe pedig azon a szerint megyünk át, vagy pedig végig. Egynek az oldalába itt tették nekem. Szép látvány is, helyek is, hogy meg lakott házak, és lakott emberek. Gazdálkodnak ezen a lankás dombot, nem is értem. Miért már egy labdát elgyújtott az életem, talán ember. Lejön az ajtó.
keszem ellát, és aztán ott a végén van egy völgyhíd, azon még átmegyünk. Még 50 kilométerünk van. Úgyhogy haladunk azért szépen. A második baszban áll. Itt ül a korlát szélén. Itt lent pedig a város. Münchváros. És azt írták volna, hogy lezárják az alagutat. Délután. Hát én szeretem, már az alakja miatt is. Tudjátok, mire emlékeztet? Mindegy. A második jelre veszünk. Aztán enyhén jobbra.
bele van ide. Full Kávod Reisen. De szerintem a második járaton hajts ki. Nekem mutatja. Kihajtunk. Mi addig nem megyünk el, ameddig a behajtani tilos tábla szól. Nem még le is kanyarodunk jobbra. Hoppa, hoppa, hoppa. Elfelmettem. Egy jobbra. És aztán meg is érkezünk a célhoz. Bejelentkezünk, itt van egy gyönyörű szép szökőkút. Picipek, hú van! És ide jövünk. Ez lesz a miénk, de nincsenek sokan, viszont egy autó áll benne a miénk közül. Legyél, mit bemegyek. Ez a tudkerály. Nem áll! Szerfasz, Jani! A kollega az még itt van. De hogy miért, azt nem tudom. Fogalmam nincs. Betesszük hozzá, hanem nem teszem be én közel hozzá, meg hogy azt mondja, hogy van hely bőven. Hátulját kinyitottam. Itt van az ötös törőnünk balra. Szépen oda kanyarodok. Látszik az a sárga jelzés, azt kell nekünk belőni. Körülbelülre. Hát egy kicsit még erőt kell hozzon. Körülbelül így. Párhuzamot. És már megyünk is rá. Így né, körülbelül jó is vagyunk. Párhuzam is megvan. Bemegyünk koppanásig. Jó van, nehogy nagyot koppanjunk. Azt hiszem, hogy neki is értünk. Úgyhogy itt vagyunk, meg vagyunk, jó vagyunk. A lerakás vége, indulás van. Elhozunk innen. Arnolsteinbe indulunk.
ide 30 km. Nem tudom, mit évő legyek. Ugyanis ez hétfő. Az víz. Egy afféle második kijáratos körforgalom következik. Tudják, amiből a második kijáraton jövünk ki, már onnan számolva, ahol vagyunk. Hajtsd ki a második kijáraton! Első. Tartsunk balra, az jó lesz. Ismerjük egymást, de mondanám, te tényleg csak azért számíts rá, hogy kompon hányok. Most hajtsunk le az autópályáról. Ah, oda néz, egy csíkfákból. Ah. Jobbra kellene egy kicsit csalni. Köszönöm.
éjszaka, de hát autója normál, úgyhogy nekünk bemehetünk. Valami zenét nincs kedved hallgatni? Szűkrátjárót, így tükörből. Mennyire kell kiengedni, mennyire kell. A címogatom meg a húsikáját kérdezik, újra tervez a bácsi. Jó. És ha nem, a külkületezik is átmegyünk, hogy nem az előbb már. Kínálson a kamera, attól félek. Na, akkor nézzük. Itt fog jól látszani majd, hogy nagyon ki kell engedni az elejét. És a végét pedig annyira szüken jön el, hogy éppen, hogy befér. Ugye nem egy rövid. Állt elő, hogy töröldék a munkámat, de én itt tudok jó pihenőt tenni a cégnél, meg hát ha már itt vagyok, akkor már elmegyek rá, engem nem érdekel, nem tudom, hogy mi lesz a új meló.
tényleg mindegy, hogy mennyivel mégy, tudod, mert én végül is egy viszonylag strapabil utokban vagyok. De biztos vagy benne, hogy te is. Hát mondjuk az ott nem semmi látvány így a hegyekből. Majd a
tükröt, hogy haza lehet esetleg innen menni a mostanből. Én mindig azon gondolkodtam, hogy jó mondjuk egy térkép, az én térképen nem jó, és azt mondom, hogy forduljon jobbra, és amit tegyük fel, nincs utca, mert fal van az utóbbi 35 évben, akkor ön vajon befordul? Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Mindjárt jobbra megyünk. Elmegyünk mindjárt jobbra. Remélem nem egyedül leszek. Az lenne jó, ha jobbra mennél. És akkor talán meg lehet beszélni a dolgokat, hogy valaki jöjjön leértünk, vagy vigyen el minket. Megjöttünk a célhoz! Most tényleg, köszönjük szépen. Csak beállódok. Most van is itt valaki. Most aztán, hogy annak köszönhető, hogy egy srác van, aki egy hétre megy, vagy egyébként is eljöttek volna értünk, mert vagyunk egy páran. De úgy néz ki, hogy egy négyen elmegyünk minden hazaszépen. Úgyhogy kiállunk a parkolóba, és aztán elmegyünk szépen haza. Nem sokára jobbra kell menni, de tényleg. És vissza fognak minket hozni ide majd vasárnap. És innen fogunk menni majd az országba. Úgyhogy ez a terv. És haladok akkor majd 8 kilométerem a benzinkútig, ahol ott hagyom az autót. És... most nincs idő sokat dumálni, jobbra, jobbra, jobbra! Ott hagyom az autót. Körforgalom lesz, szerintem. És oda jönnek majd értünk, és akkor szépen elmegyünk haza. Az azért gyönyörű volt ez a szikla. Itt talán jobban látszik. Ugye, hogy a felhő befedi. Thank you.
szépen is gyönyörű az, ahogy a felhő rájut a tetejére. És akkor itt lesz a mai napnak vége. Úgy lesz jó, ahogyan lesz. Hétfőn pedig tankolok. És akkor neki lódulok majd hétfőn. És az úgy nagyon jó lesz. Alakú dolog, amiben bele lehet menni. Második járat. De szép szökőkutas körforgalom. A második járat, ha nyerő. Igen, a második járatot kimegyünk. Megtennéd, hogy egy kicsikét lassabban még a kártyúval. Vannak már, azt hiszem, hogy hárman. Három kollega már vár rám. Hát nem csak rám, hanem majd együtt várjuk a buszt. Hogy jöjjön értünk, és akkor... Azt hiszem, hogy majd kihív később, de hogy tényleg ne aggódja miatt, hogy szóval és nem sürgős, meg nem is kell erre különösebben készülni. Hát tudsz vezetni, mert tudsz, de hogy majd arra kell menni. Arra kell menni. Tessék belenézni a baloldali tükörbe, arra kell tartani. Nem, és akkor Hermagora jó nekünk, mert azt adták meg, hogy ott abban a benzinkúthoz kell menjünk. Itt kell majd lejönni, és elmenni majd tankolni hétfőn. Én most nem tankolok meg, ha ott biztos. Menjünk le az autópályáról. Annyira unom. Menjünk le az autópályáról. Még föl sem mentünk rá. Már mentünk le. De gyönyörűek ezek a sziklák, így. Ez csodálatos, fenomenális, kolosszális, totális, brutális. Nagyon szép. És akkor most átmenjük. Akkor is, amikor a hó felé, mindig más, mint egy kutatja, és ezért nekem nagyon.
arra kell menni. Másrészt sok mindent szeretnék megmutatni neked, mert olyan szép. Itt a vége fussáról.